Úgyhogy ez az illúzió és a realitás közötti különbség. A rádió többek között azért is kedvelem, mert gyakorlatilag homeless-ként jelenhetek meg. Leveszem Rasica márkájú jugoszláv spitz pulóveremet, csak azért, hogy elmondjam, hogy nem nőtt meg a bal mellem, hanem a bal zsebemben tárolok egy szemüveget, ami hát alakomat így érdekes fénytörésben jelzi, egy szolid jegyzetanyagot, tehát ez 0,5-ös rotring, nagyon lényeges, tehát határidőnaplóban csak ebben írunk, mert ez javítható, és számlakitöltéshez kék golyós, tehát előírás szerűen. Kiindulhatunk abból, hogy egy ilyen fél bal mellel rendelkeztem, ugye? Hát ugye édesapám egy valódi liberális ember volt, ugye, és amikor gyerekként is sutyorogtunk, hogy amit most nem szabad közszolgálatilag kimondani, mert akkor még nem úgy mondtuk, hogy meleg, csak hogy, hát, ez egy idézet, ugye, úgy mondtuk, hogy buzi. Ugye? De nem is tudtuk pontosan az mi, ugye, a gyerekek csak így hallják, ugye, hogy a korrupcióról azt hittük, hogy az valami szexuális dolog. Az egyik barátom a Hauptbahnhofról azt hitte, hogy az a legnagyobb német katonai rang. Ugye, hogy van Sturmbannführer, Obersturmbannführer, Hauptbahnhof. Tehát azt hittük, hogy az valami nagy dolog. Tehát nem voltunk a fogalmakkal tisztában. És akkor drága jó édesatyám leültetett bennünket, ugye a barátaim legnagyobb részét amúgy is ő világosította fel, mert apámmal mertek beszélni olyan kérdésekről, amiről a saját szüleikkel nem. Hát akkor mesélte, hogy Szókratésszel mi volt a helyzet, mondta, hogy hát kicsit el kell, hogy nem jó, mert ebbe is már belekötnek, hogy el kell, hogy vegyem a kedveteket, de miért vennénk el, ugye, hát ez önmagában a kirekesztés. Szóval, hogy Nagy Sándor is küzdött ezzel a vázolt problémával, pedig a világ legjelentősebb hadvezére volt, ugye, Leonardo is játszott minden hangszeren, sőt, ugye, tanulmányok szólnak arról, hogy a Mona Lisa lehet, hogy egy szép fiú tulajdonképpen, ugye, Michelangelo bátyó is, ugye, meglehetősen nyitott volt, open house, ugye, és hát ugye a szonettek fekete hölgye, ugye Shakespeare-nél, hát nem tudjuk, hogy az valójában férfi vagy nő. Hát kérem szépen a most következő nem rövid történetet, egyetlen egy mondatért mondom el. A történet az 1970, hát gyakorlatilag a Veselényi-féle árvíz után néhány évvel kezdődik. 1978-ban, amikor a Merkurnál átvettem zsírúj Trabant Universal személygépkocsimat, és Stanci barátommal és egy-egy kedvezményezettel megindultunk életünkbe először, ugye, tehát az autostoppos státuszból átléptünk az autóvezetői státuszba. Tehát szoktam mondani a fiataloknak, hogy ha már a Trabantnál van egy jobb autód, az már sose akkora boldogság, mintha a gyalogosból autóssá válsz. Tehát az a nagy minőségi ugrás. És hát nyaralás céljából felkerestük Bulgáriát, ugye a festői Albena napos partot. A barátaim, Stanciéknak volt valamilyen bungalójuk, mi Piroskával valami privát pokolyba helyezkedtünk el. Na most ennek megint van egy ilyen morál-szexuál-filozófiai tanúsága, hogy úgy nőttünk fel, hogy ugye vagy csajunk nem volt, vagy kégli nem volt. A kettő az a legritkább esetben jött össze, de ha volt is, akkor is az órát kellett nézni, a társbérlőt, Benyit. Na most életünkben először ott voltunk egy szobába, ahol elvileg azt tehettünk volna, amit akarunk, és hát ez nálam elég súlyos félhattal jelentkezett, mert az a dupla ágy az úgy sugalta, hogy itt ügykezelni kell, hogy itt tevékenykedni kell, és hát én egy kicsit összetörtem a feladat nagysága alatt. A lényeg, hogy Piroskával megromlott a kapcsolatunk, és nála maradt a neszeszerem. Előtte egy Schweppes Tonic Water feliratú reklám napernyővel végigkergettem őt Albena jelentős részén. Ezt ő rossz néven vette. Ma már mint egy nagy szerelmi lángolásra emlékezik, de ez mindegy, ez a megszépítő messzeség. A lényeg az, hogy a pokulból ki kellett cuccolnom, ott maradt a neszeszerem, és fiatal korban az ember ambicionálja, hogy borotválkozzék, ugye, hogy azzal is nőjön a szőrzet, meg nem tudom, hát 20 évesek voltunk. Bocsánat, kiszünetet kell tartanom, mert mindig eljutok arra a pontra, hogy a mondandóban van egy olyan elem, ami csak engem érdekel. De és elsősorban nekem jó, és hát ezt nézzék el. De ugye én azt szoktam mondani, a kabaré egy erotikus folyamat, ha hosszan nekem jó, akkor kicsit talán maguknak is, ugye? Tehát a kabaré is most pillanatnak Sinkó szerkesztő haja itt sávosan hullik, és így tépdesik, mert nem tudja, hogy ebből a kvász potyemkinből, pedig megérkezünk az utolsó mondatig, megígérem, hogy mi a fenét fog csinálni.
Na summa-summárum, meg akartam borotválkozni, és a kempingbe odaléptem egy NDK házaspárhoz, mint később megtudtam Wolfgang Heinrichhez, aki a berlini Humboldt Egyetem marxista tanszékének volt a vezetője, csak tiszta forrásból, szóval olyan érzékkel nyúlok bele a tutiba, hogy az valami hihetetlen. Egy ilyen tüchtig német pali volt, elkértem a borotváját, megborotválkoztam, címet cseréltünk. Wolfgangék 18 nyarat töltöttek nálunk. Először még levelet is írtak, aztán telefonáltak. Később már nem írtak levelet, csak telefonáltak. Később még telefonáltak, de már nem csak ők jöttek, a rokonok jöttek. Az egésznek a csúcsa az volt, amikor egy számomra teljességgel ismeretlen MZ motoros kommandó jelent meg, egy ilyen NDK-s Hells Angels csoportosulás, akik szó nélkül bezúdultak a kertbe, és amerre néztem, így sátrak állítottak, mint a gomba, és matracok fúvódtak, és az egyik ilyen bőrcsek is megkérdezte tőlem, hogy én ki vagyok. És akkor úgy éreztem, hogy le kell vonni a konzekvenciát, átúztam a Dunán a Kacsa szigetre, és az éjszakát ott töltöttem, mint Robinson Crusoe. Ez is még jobbnak tűnt meg, plusz nem látom a bérlemény teljes tönkretételét. Na most hozzá kell tenni, hogy Wolfgangék rendszeresen invitáltak minket, hogy hát adjuk vissza ezt a látogatást, és nyaraljunk Kelet-Berlinben a Karl Marx Allee 249-be, ami csak olyan házakból állt, mint ami az Árpád hídnál látható, az a leghosszabb panelház. Tehát amihez képes Békás megyer egy laza tea délután, ugye, mert ha a németek egyszer belendülnek, akkor be van lendülve, Isten ne vegye bűnömül, hát nem vágytam a Karl Marx Allee 249-be a főmarxistával nyaralgatni. Cuki művelt pali volt egyébként, semmi baj nem volt vele. Na, eltelt az idő, még állt a fal. Ez a történet szempontjából lényeges. És egy kedves barátom megkért, hogy valami üzleti ügybe segítsek neki, be akar törni a nyugat-berlini művész világba, és akkor én leszek a menedzsere, és akkor megyünk a galériákba is rütyütyű. Ugye, hát azt gondoltuk, hogy na most eljött a mi időnk, 18 év zsetonom van, kitöltetlen csekkem van a derék marxista tanszékvezetőnél, és milyen jó lesz, hogy az NDK-ba fogunk lakni. Ugye három ország volt, aki naponta mehetett át a berlini falon, ugye, mert a nyugatiak se jöhettek, mert kötelező beváltás volt. A szerencsétlen vasfüggöny mögötti országok jelentős része meg egyáltalán nem mehetett az NDK-sokkal az élen. Tehát a lengyelek spendlizhettek, a jugoszlávok meg a magyarok. És jól kitaláltuk, hogy ott lakunk olcsón, átmegyünk, művészkedünk Nyugat-Berlinbe, majd ismét visszajövünk, és olcsón megvacsorázunk. Ez soha nem sikerült, mert 10-kor már minden be volt zárva, de arról az NDK-ról beszélek, ahol az étteremben délben ebédszünetet tartottak. Tehát kint állt a tömeg, és a pincérek kulturáltan fogyasztottak. Na most, beszélek telefonon Wolfganggal, azt mondja, hogy Anyjénak, akit én még kislányként ismertem, de rövid felszámolással rájöttem, hogy hát Anyja éppen érdekes életkorban van. Tehát amikor már tulajdonképpen szinte minden lehetséges, és hogy Anyjénak van egy régi lakása, egy Altbau. Na hát ettől én nekem már virtuális erekcióm támadt, ugye. Átad a papa minket, Wartburg turisztjával kijött a repülőtérre, átad minket Anyjénak, és diszkréten le is lép. Jól alakulnak a dolgok, tehát nem kellett egy kényszeres beszélgetést folytatni a papával. Na hát ott álltunk a barátommal, hát felmerült a Kikit győz le című régi marxista problematika, mert azt kell mondjam, hogy hát Anyja nemhogy kibimbósodott, hát egyszerűen kivirult, kivirágzott, és hát egy rendkívül kívánatos fehér személy formájában jelentőleg. Na, kezdtünk toporászni a bérleménybe, megmutatták a kis hálószobát, francia ágy, ahol Attila barátommal majd töltjük az éjszakát, hát lelkünkbe kis rőzsedalokkal tekintettünk a jövő elé. A következő derült ki, hogy nincs fürdőszoba. Tehát konyha van, lehet még csapba brunyálni, de nagyobb, tehát mondjuk a Túró Rudinak a természet ajándékának egy intenzívebb lepolírozása, az már azért nem feltétlenül működik. Na azt mondja, hogy semmi baj, mert a kis Hannelorénak egy emelettel feljebb van fürdőszobája. Ó, hát mondom, én már a
Tokaji száraz szomorodnét előrántottam, mint a reprezentációs alap arany tartalékát, ugye hasonlóan, mint amit Amundsenék helyeztek el a déli sarkon odafelé menet, ugye, hogy legyen visszafele. Hát mondom, ha jön a kis Hannelore, mondták, hogy testnevelési főiskolára, hát mondom, ott olyan nagy baj nem lehet, ugye, csak azt kell mondani, hogy egészséges, ugye, amikor annak ide, hát mi valóban a német nyelvet szájból szájba lélegeztetéssel tanultuk, ugye, amikor Döfingen Dodi barátom 1968-ban az Amárdi autós kempingben reggel 8-kor lihegve feltépte a sátor cipzárját, és azt kérdezte, hogy gyerekek, mit jelent az, hogy Doheimál, ugye? De aztán meg is tanultunk németül, tehát nem volt ezzel baj. Megjelenik a kis Hannelore, hát minden rendben van, úgyhogy, ahogy a reklám mondja, nekem teljesen mindegy, hogy melyik kocsit nyerem. Valahova megpróbálunk rá cuppanni. Na, kicsit fogyasztottunk, lányok tekintetében már az a kis opálos fény megjelent. Na, kérdezem Attila barátomat, hogy ki megy zuhanyozni. Mondtam, nekem teljesen mindegy. Mondta Attila, akkor ő menne. Hát mondtam, pazar. És gondoltam, amíg ők Hannelorével fönt zuhanyoznak, addig én a kis annyit levarrom, rusztikusabban bujakévágyam martalékává teszem, de azért ugye abban az időben még azért az intim spray nem érkezett meg, tehát gondoltam, hogy addig azért tájékozódásképpen ugye a külcsinnel nincs baj, de hát esetleg, ha a belbecs hibázik, ugye egy fakultatív alsó mintavétellel tájékozottam. Ebben a pillanatban föntről Hannelore bérleményéből stentori ordítás hangzik, Attila barátom megjelenik tök mesztelenül habpamatokkal a testén. Hát a következő történt, én mondtam neki, hogy mondjon egy-két mondatot. Azért. Tehát úgy nem feltétlenül ráutalólag, csak úgy előkészítőleg. Na most kiderült, Attila nem tudott németül, a csaj nem tudott angolul, úgyhogy Attila már a zuhany előtt a nagy októberit a kezébe adta, amit a kis Hannelore 10 perc múlva boldogan megtett volna, de most egy kicsit korainak érezte, begörcsölt, lefékezett, és sikítva kirúgta Attilát, aki nemhogy nem ért révbe, ha szabad ilyen diszkréten fogalmaznom, de le se tudta öblíteni a happamatokat. Nekem már fel se merült, hogy ezek után felmenjek zuhanyozni. A kis anyja megrettent és feltakart nőtársa mellé, ugye, sorstársak, ezért járnak a lányok mindig ketten pisilni, tehát úgy érezte, hogy most ugye a barátja mellett a helye, úgyhogy hát ilyen csendes kandesszakban a francia ágyban álomba szenderültünk, ilyen finoman túrórudis állapotban. Na most ezt csináltuk 3 napig, nem bírtuk a pajszert betenni a rendszerbe. Tehát bár Hannelorival már volt egy kis kibékülés, akkor anyja hátrát, na mondom, ebből elég. Van nekem egy barátom Nyugat-Berlinben, le van érdekelve, 150 kiló, úgy hívják, hogy Didi. Van egy hasonló 150 kilós felesége, mondom, itt nem lehet probléma, jókat főznek, áttesszük székhelyünket a festői Nyugat-Berlinbe. Áthussantunk, isteni vacsorát készítettek, és akkor ismerkedtem meg, amit eddig csak irodalomból ismertem, az abszint nevű szörnyű ital, amivel francia költők itták el az agyukat és sorvasztották az agysejti állományukat. Elkezdtünk így abszintezgetni, csaj marhajót főzött ez a kövér nő. Hát egyszer csak nézünk körül, de akkor már ugye az idő is múlik, egy kicsit ugye abszint, stb. Tehát hirtelen a bergsoni düré, ugye a tartalom és az idő, tom, ugye kicsit másként kezd működni. Körülnézek, nincs ott az asszony. És időnként Didi tekintete ilyen furcsán az enyémbe horgol. Hát mondom, lehet, hogy csak toleráns. Ugye, és hát nem volt még nekem ilyen típusú tapasztalásom. Telik az idő, és azt veszem észre, hogy Didi a székkel mindig egy kicsit közelebb hopizik. És akkor már áttekintettük a Grünewaldi oltárt, áttekintettük Vegstosz fafaragó művészetét, és már fordultunk Kaspar David Friedrich romantikus festészetére, amikor azt vettem észre, hogy a Schwerpunktoknál, ugye ide most ezt így kell mondani, tehát akkor ő ilyen enfatikusan egy picit úgy a combomon felejti a kezét, jaj, mondom, én ezt annyira ismerem, hát ugyanez, hát álltam én a barikád másik oldalán, csávókám. Hát pontosan tudom, hát sejtem, hogy te miről beszélsz, de még mindig nem akartam elhinni, gondolván, hogy itt csak egy ilyen berlini művész túlfinomultságáról, vagy túlhevültségéről van szó, vagy buksiában babrál a kálvábosz, ugye nem lehetett pontosan tudni,
Ám a kéz ráfelejtések enfatikus jelleggel egyre hosszabbodtak, mint a Hamlet rendezések Moszkva felé. Ugye mondta Peter Brook, hogy a hosszúsági körönként a Hamlet rendezések 5 perccel nőnek. Ugye? Tehát ugye az idő fogalma keletre teljesen más. Tehát egyre hosszabban felejtette combomon az ő kezét. És hát akkor éreztem, hogy Didinek még egy lépése van. Tehát kimerítette a játék lehetőséget, és nem valószínű, hogy telefonos segítséget kér. Úgyhogy én felálltam, mintha a könyvtárát szeretném átnézni, és onnan még egy negyedik Kaspar David Friedrich albumot előhorgáztam, amit egy nagyon szép régi lakás volt, gyönyörű nagy ablakokkal, gyönyörű komód, lapozgatjuk a Kaspar David Friedrich albumot, de akkor már Didi lehellete eléggé komolyan a tarkómon pulzált, és érzem, hogy megölel, ahogy csak egy férfi tud. De ez nem ilyen barátságos, hanem barátságos, eszes, mint gyengéd. Ugye, amit én így magamról szoktam volt régebben a nőknek mondani, hogy az milyen, hogy egyszerre látni bennem a humort, a sármőrt, a férfit, a macsót és a gyöngéd alanyi költőt. Nem, de bár! És a házias tünci müncit. És hát Zage und Schreibe írd és mond, így levettem a kezét barátságosan, mert még mindig a homeless lét Damoklész kardja lebegett a fejem fölött, hogy nehogy kilegyünk ebruddalva, mondtam neki, Didi. Tehát egy ilyen kis távtartás. Úgy érzem, hogy nem kell többet mondani, csak jelzem, hogy én még ilyen hagyományőrző vagyok. Szemébe néztem, hogy Didi, hát akkor már a bánat, a szerelem, a Calvadostól ilyen kicsit véreres. És most jön az az egyetlen egy mondat, amiért elmeséltem ezt a nem rövid, ám de érdektelen történetet. Rám nézett, ugye, és mint ultima ráció, utolsó érv, azt mondta, Varum Sándor. Du bist so konzervatív. Ugye, hogy én vagyok a konzervatív, és hogyha nem hajolok be, akkor nem is vagyok avantgard és progresszív. Köszönöm szépen, ennyit gondoltam, hogy ez hogyan függ össze a szilveszterrel és a mai kabari műsorral, ezt majd eldönték. Minden jót kívánok, köszönöm szépen. Egy tanácsot adok egyébként, amit én nekem most már utóbbi szilveszterekbe bejön, hogy nem kell a szilveszterből ügyet csinálni, hanem csak úgy, áradjunk kicsit, úgy legyünk együtt, úgy ne legyen ez cél, hogy most jól érezzük magunkat, mert most nem fog történni semmi. A következő év ugyanez szar lesz, mint ez. Ugye, hát ez tehát nagy elvárások nincsenek, ez egy ilyen Gergely naptáron alapuló ilyen közszokás. Csendesen legyünk együtt, és ahogy németül mondják, einen guten Rutsch, ugye, tehát csusszanjunk át. Áthallásos ezután a történet után. Köszönöm szépen! Jó éjszakát kívánok! Minden jót! Boldog új esztendőt! Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Köszönjük szépen! Nagyon kedvesek! Na, hát kérem tisztelettel, ki az, aki ki van tiltva Amerikából önök közül? Hát azért... Bár én úgy vagyok vele, hogy amióta nem kell vízum, akkor azóta megy a fasz. Hát nem? Szóval azóta igazából nincs a dologban poén. Na hát kedveseim, egy meglepő fordulatot rakok én a mai estébe, hogy hát az amerikaiak azok valóban jó barátok. Most Goodfriend úrra céloztam, aki hát nevével ellentétben nem tűnik teljes mértékben ennek. Tehát nem lehet tudni, hogy kinek focizik, vagy pontosabban nagyon is lehet tudni, hogy kinek focizik. Na mindegy. Jaj, azt hallották? Hát azért ez őrület, hogy ezt a Fellegi Tamást levetettük, ez most kim van Amerikában, és 600 millió forinttal támogatja a John McCain-nek az alapítványát. Tudom, hogy nehéz. Tehát adok időt, amíg a Winchester katedrában behatol az impulzus. Tehát ez a McCain, aki ilyen kedves dolgokat mond rólunk, és hát minden valószínűleg szerint tényleg egy gyakorló kretén. Ugye, hogy... És akkor mi támogatjuk az ő alapítványukat. Hát én nem tudom, ez olyan, amikor a Mindszenti per alatt mondja a Kumbácsi 49-ben, hogy micsoda idők, nekem kell a Mindszentért imádkozni. Na igen, tehát kedveseim, én arról szeretnék mesélni, hogy Amerika egy nagyszerű ország. Például az amerikai emberek, bár tudjuk, hogy nincs ilyen, hogy az amerikai emberek, mert vannak ilyenek, olyanok, meg amolyanok, de van ugyebár a híres pozitív gondolkodás, és a másik, hogy mindenki
neked drukkol. Nálunk ez nincs teljesen így. Ugye? Tehát, ha valami a kormánynak nem sikerül, akkor az lett, tehát, hogyha 380 forintra menne az euró, akkor Bolgár Gyuri bácsi ejakuláció pre- és aftercox érzésben van, a hangja elfátyolosodik, és teljes transz állapotba kerül. Na most az, hogy Amerikában neked drukkolnak, ezt a Cadillac utunk kapcsán sikerült megállapítanom, és az amerikaiak odajöttek, hogy ha, oh, you have a nice car, hmm, na, okay. You drive to Alaska. Great, oh, have a great time. Tehát hajtanak, tehát pozitív. Azt akarja, hogy odaérjél, nem azt akarja, hogy ne érjél oda. Na, hát kérem szépen, van egy Gore Vidal nevű híres esszéista és író, aki azt mondta, hogy Amerikában az álom valóság és a valóság álom. Tehát én magam láttam az 5. Avenue-n 1980-ban, éjjel 2:30 körül egy krapek sétáltatott egy lámát. Láma szeme sötété, mégsem vagyok a babámnak elég szép. Ez az egyik dolog. A másik, hogy Amerikában, ugye éjfél után már sokkal több mindenkit láttam New Yorkban az utcán, most csak felelősséggel annyit mondhatok, hogy például a Woody Allent, ugye, aki ott lakik, és hogy New Yorkban nem az a helyzet, hogy olyan, mint, hanem ő az. Első élményeim egyike, ugye fiatalok kedvére elmondom, hogy annak idején csak akkor mehettél Amerikába, hogyha a nagybácsi elküldte a repülőjegyet. Forintért nem vehettél repülőjegyet. Volt egy ausztrál nagybátyánk, Tuli bácsi, akinek érkezését úgy hívtuk, hogy a pusztító viharhadművelet. Nem volt az öregnek egy ruppója se, mi felöltöztettük, fogát megcsináltattuk, megetettük, megborotváltuk, megértő, türelmes, könnyű lányokhoz fuvaroztuk életünk kockáztatásával. Ő volt az, aki állva, kenyér nélkül félrúd téli szalámit megevett, amit apám protekcióval szerzett a minisztérium büféjéből, és KST kölcsönt vettünk fel, hogy egyáltalán meg tudjuk venni. A túra végén, a pusztulat túra végén Tuli bácsi kiosztott néhány olyan golyóstollat, aminél már Schwarzmarinak is jobb volt az osztályban, pedig ő a ranglétrán egy viszonylag alsó fokot ütött meg. Majd humorosan egy barackot nyomott a buksinkra, és azt mondta, ha Sydneybe jártok, ugorjatok be. És akkor én mondtam neki, hogy Tuli bácsi, avval próbál játszani, mondtam neki, gondoltam, avval próbál játszani, amivel egyidős vagy. Na a lényeg az, hogy ahogy szaporodni kezdtek a repedések a brezsnyevizmus szétpusztíthatatlannak tűnő monolit tömbjén, úgy először 78-ban lehetett forintért repülőjegyet venni Amerikába. Én lengyel légitársasággal mentem, 254-essel, Novegu Yorku, és pont 24 óra volt az út háztól házig, és az első esténket miért nem a 42. utcában töltöttük meghívó barátommal. Ugye ez volt az első pipip show, ami egy jó, nagyon kedves dolog, attán még egy dollár picit be is lehetett kuksizni. Ugye ez pont 80-ban volt, tehát az AIDS még épp hogy kezdődött, ugye. Anyám akkor olvasta a Sternben, nagy címlap volt, hogy AIDS. Ugye anyukám elolvasta, eldobta és mondta, hogy gyerekek, ez már nem az én problémám. Tehát az a lényeg, hogy az AIDS nem volt még annyira felturbózva. Ugye a Peep Show-ba, hát isteni volt már, amíg oda mentünk, jöttek különböző szerecsenek, és mondták, hogy smoke, hash. Annyira nem értettem, hogy miről van szó, mondtam, hash. Azt hittem valami magyar származású szerecsen, tehát nem gondoltam, hogy hasist kínál, ugye. Smoke, hash, girls. Na, a másik volt, hogy egy fogszabályzós csajjal összejöjjünk. Akár. Tehát akkor még volt egy-két fém koronám, mondom, hát mit tudom én, egy 400 volt fölízik a szánkban, mint a kulbiseri erőmű, vagy egy kicsit összeragadunk, az is jó, mert akkor még Magyarországon egyáltalán nem volt fogszabályzó. Ugye, mint ahogy nem volt allergia se. Allergiás vagy kapsz két nagy pofont. Hát nem volt sem allergia, sem fogszabályzó, sem egy csomó ilyen hülyeség. Na kérem szépen, elmesélek egy tipikus történetet. Az első éjszakámat azt egy kedves barátomnál töltöttem Connecticutben, ami egy
egy gyönyörű rész New York fölött, teljesen európai, rengeteg világsztár lakik ott, és egyáltalában, és hát neki van ott egy ilyen, bátyámnak egy haverja, egy nagyon szép házikó, egy pár éker, ugye, egy pár hektáros kis részével, ott nyírtam először traktorral füvet, meg hát nem is értettem, hogy hol vagyok, hát retteltes a dolog, de már reggel egy szájkodelikus élményem volt, amikor jött egy autó lassan, vezető nélkül. Sú, mondom, te azért nagy ország, you know, hát azért itt már robot minden, itt már ilyet kitaláltak, érte, minden lehetséges. Következő volt, hogy a szerecsen feküdt az autóba, és a postboxba, ugye, ami ilyen kis lábon áll, dugta be az újságokat fekve. De nem erről akarok beszélni. Kérem szépen, a 24 órás repülőút után azt kell, hogy mondjam, hogy perisztaltikám kihívásokkal küszködött, tehát úgy délutánra terveztem egy ígéretesnek tűnő találkozót a fájanszal. És délután a család elment, amit szintén ott hallottam először, garázs szélre. Ugye, amikor a garázsban mindenki kirakja, amilyen van, és körbe-körbe lehet menni, és 50 dollárért lehetett olyan fűnyírót kapni, hogy hét nyelven beszél, már akkor önjáró volt. Röpsúlyos kuplunggal, önélező. Mindegy, hadd ne részletezzem! Volna kedvem, de nem részletezem. Mert úgy éreztem, hogy ami a fajanszon történni fog, az kívánja a szilaj férfi magányt. Tehát a szombat délutánnak ezt a bizonyos intimitását. Ha! Még nyújtom a percet, mint Udvaros Dorottya. Nem sürgős. Olvasgatok, mit is ír a The New York Times. És akkor egyszer csak hirtelen, és tulajdonképpen nem váratlanul, leküldök egy kábelt, amelyet orvos értelemben jól formáltnak lehet nevezni. Ám ekkor olyasvalmi történt velem, ami életemben még soha hirtelen alfelemet jeges hullámok taraja kezdte csipkedni, mardosni, tulajdonképpen egy ilyen fajansz cunamiről beszélhetünk. Hát mondom, mi az atya úristen történt itt? Nemo kapitány a Manhattan kloáka maximáin felúszott Connecticutbe, előre küldte polipjait, hogy ők a klozetből kinyúlva jeges mancsukkal megkiclizzék csodálatos ánuszrózsámat és szőrös környékét. Tessék nyugodtan tapsolni! Tudom, hogy nehéz, mert ha valami ímeítően jó, elfeledkezünk a nyegle tapsról. Tehát csak érezzük, hogy valami nagyszerűnek a közelében vagyunk, ha szabad ilyen végtelenül szerénynek lenni. Mert mi történt? Ez az egészségi tébolyba szenvedő, a saját produktumától is rettegő Amerika nem öblít, hanem ástárt, feltöltve tartja a fájanszot. Ami természetesen EU szempontból súlyosan kifogásolandó, hiszen amint magát minden valamennyire komolynak tartó természetgyógyász egybehangzóan állítja, a széklet a lélek tükre. Tehát azt tanulmányozni kell. Na most ugye Amerika betegesen retteg mindentől, ami nem egészséges. Nemhogy nem nézegeti, azt sem engedi, hogy az megnyugtatóan landoljon a fájanszon, hanem azonnal egy öblítés előtti helyzetbe kényszeríti be, hogy minél hamarabb távozzon, és azt, amit eladdig órákon át dédelgetett. En belsejében, hirtelen, mint egy nem kívánt rokont, vagy mint egy tajgetoszról ledobott, életképtelen kisdedet elbocsátja a Manhattan kloáka maximum. Ennyit tudnék röviden mondani, köszönöm szépen. Na most, ha van még egy pici időnk, akkor nagynénémről elmesélek egy szimptomatikus történetet. A történet fedőneve nem a méret a fontos, hanem a konzisztencia. Ezt valamikor egy szerelmem mondta nekem,
Ilyen finom angolos understatementtel még senki nem írta körül szolid képességeimet. De egyúttal volt benne egy ilyen biztató attitűd. Na, a lényeg, hogy Amerikában mindenki fogyókúrázik. Már a bébi hasában fogyókúrázik a bébi. Mindebből van light és diet. Lassan most már nálunk is. Ugye? Van pacal light és mangalica diet. Minden van. Ez a permanens fogyókúra oda vezet, hogy a világos sehol nem látsz. Nem is baj, ha nem megyünk oda. De menjünk. Pont erről szól a mondandóm. A világon sehol nem látsz ilyen mennyiségű, rezgőhúsú, rondán elhízó.